Ó, hogyha hinni tudnám, nem csak szívemben őrzöm mindazt, mit érdemes még, s van visszatérni otthon. A volna még. Meg annyi iskolából csak nem 500 diák jelentkezett az idén 16-odjára megrendezett versenybe. A döntőbe közülük 24-en jutottak be és állhattak színpadra a Magyarországi Német Színházban. Egyáltalán nem volt könnyű a felvételek alapján kiválogatni azokat, akik a döntőbe jutnak. Ilyenkor csak remélni tudjuk, hogy azok lesznek itt, akik a legjobb formájukat fogják mutatni élőben, mert egy picit van különbség értelemszerűen a felvétel és az élő megnyilatkozás között. A zsűrizés nem egyszerű feladat, bár természetesen vannak objektív szempontok, sosem lehet szubjektivitás nélkül megítélni egy-egy előadást. Tóth Zsuzsanna is többet keres egy puszta szavalatnál. Ez mindenkinél nyilván más, ezért mondják azt, hogy van minden színpadi műfajban van egy bizonyos szubjektivitás, tehát hogy az embert mi találja szíven, mivel érez azonosságot. Én nagyon szeretem azt, hogyha a versmondók nem csak szépen beszélnek, hanem pontosan értelmezett gondolatok vannak, a szövegértelmezésből kiolvasható gondolatok vannak, mutatkoznak meg az előadásban, és nagyon szeretem, ha érzelmekkel telített, mert sokan azt gondolják, hogy elég a vers szövegét elmondani, és akkor már megszületik valamiféle előadás. De ahhoz, hogy az élmény eljusson a nézőhöz, a befogadóhoz, ahhoz az kell, hogy a szöveg átmenjen azon, aki előadja, és ő a saját gondolataival, érzéseivel megtámogatva nyújtsa át nekünk, mint egy ajándékot a verset. A szervezők célja egyértelműen a költészet, pontosabban az irodalom szeretetére nevelés, de nem eltitkolt szándékuk a tolnai irodalmárok műveinek megismertetése is, legyen szó talán legismertebb Babits Mihályról, Illés Gyuláról vagy Baka Istvánról. 16. alkalommal rendezzük meg ezt a versenyt. 2008-ban jött az ötlet, hogy kellene a középiskolások számára kifejezetten az ő korosztályuknak egy versmondó verseny. Először még országosan indult, aztán Kárpát-medencéivé bővült a meghirdetése. És hát egy év kimaradt, tehát a Covid miatt egy évet ki kellett hagynunk. Többnyire sikerült pályázati pénzből megvalósítani a versenyt, most is így történt ebben az évben. A Nemzeti Tehetségprogram írt ki tanulmányi és művészeti versenyekre pályázatot, és itt sikerült nekünk most támogatást szerezni. A diákok lázasan készülődtek, voltak, akik még akkor is papírlapjaikat vizsgálták, amikor elhangzott nevük, mint felkészülők. Az esetleges izgulás pedig nem is ok nélkül való, hiába mondja azt a szervező, hogy ez inkább ünnep, mint sem verseny. Nagyon örülünk neki, hogy ilyen színes a palettánk, és hogy ennyien érdeklődnek a versmondás iránt, és ez mindig egy ünnep, ami számunkra, nem annyira verseny, ezért próbálunk mindenkit valamilyen jutalommal értékelni, hazaküldeni, úgyhogy senki nem távozik üres kézzel, de emellett azért lesznek díjak is, tehát nagy díjak, fődíj, nívódíj, talentumdíj, reménységdíj, közönségdíj, külön díjak, úgyhogy minél több versmondot szeretnénk ezzel az ajándékozással is inspirálni arra, hogy persze ne ezért mondjanak verset, hanem azért, mert szeretik a költészetet, de hogy jöjjenek hozzánk. A magyar irodalom rengeteg alternatívát tud nyújtani a mindennapokban felmerülő problémákra, helyzetekre, konfliktusokra. Így gondolja ezt Bukowski Dorottya is, aki a Felvidékről érkezett és Babits Mihály Fortissimójával készült. Haragszik és dúlfúl az Isten. Vagy csak talán alszik az égben. Aluszik, vagy halott is éppen. Kikölti őt föl, emberek? Anyák. Sírjatok hangosabban. Akit föl nem ver annyi ágyú, rezenti egy gyenge sírástok. És ne is könnyen sírjatok, mert a könny mind csak földre hull. Hanggal sírjatok föl az égre, sírjatok irgalmatlanul. Nehogy lágyan, mint a forrás, nehogy zenével, mint a zápor, nem mint a régi nióbék, hanem partalan, mint az árvíz sírjatok, vagy görgeteg lavina, sírjatok jeget, tüzet sírjatok, mint a láva. Drága fiúk hullanak vérben a hóra, napra a nap. Ne hagyjatok aludni senkit. Ki ma csöndes, gonosz vagy gyáva, de érdemes-e félni még? És érdemes-e élni még? Versválasztását nem indokolja, talán nem is szükséges. Nekem a versek, ez az egész világ,
egyfajta menekülés volt nagyon kiskoromtól kezdve. Mikor iskolába kerültem, akkor volt bennem egyfajta félelem, de egyfajta szeretném magam megmutatni szerű vágy is. És amikor bevezetett annak idején Rendzés Nóra tanárom ebbe a világba, akkor valahogy bele is szerettem a színpadba, a költészetbe is, azóta is egy ilyen kis menedék ez az egész, ahol tudok nevetni, tudok sírni, tudok önmagam lenni, és ez egy nagy ajándék, főleg egy olyan fiatalnak, akik ebben a világban élnek, ahol csupa kétség, csupa kérdőjel minden. Deli Áron sajnálja, hogy végzősként áll fel a pódiumra, hiszen ezzel megszűnik az a millió, amit kedvel. Ő inkább az előadásban leli örömét. Például én a szavalást nagyon szeretem csinálni, már jó 2 éve foglalkozom ezzel. Szeretek színpadra állni, közönség elé állni és előadni ezeket az igen szép verseket, és előadni nagyon szeretek. Szeretnék a későbbiekben médiapályára térni, legalábbis ez az én elképzelésem, úgyhogy úgy tekintek erre, mint egy lehetőség arra, hogy egy kicsit trenírozzam magam, és mindazon túl pedig egy nagyon jó lehetőség, mert hogy nagyon sok kiváló emberrel ismerkedtem meg eddig is, és még ezen az alkalmon is sok új emberrel ismerkedhetek meg, úgyhogy én nagyon nagy örömmel csinálom ezt. A Nemzeti Tehetségprogram pályázatának NTP TMV 23.00.20 keretében 16. az Én Pannóniám középiskolások Kárpát-medencei vers és prózamondó versenye 1,5 millió forint támogatást nyert a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól.